Ha nem bízol magadban, akkor mi maradsz? Egy kis gyerek. Amikor, ezt szerintem minden ember megtapasztalhatta, vagy majdnem minden ember, amikor így akaratlanul beúrik valami. Tök apró dolog. Ne a budai alsórakparton menj, hanem a Pestén. És akkor te mégis valami ragaszkodsz, hogy... Igen, hogy, van ilyen. Igen, és utána csapkodod a térded, amikor látod, hogy basszus, hát pedig tudtam, hallottam, éreztem, vagy nem tudom, vásárolsz, és akkor az étolajra nézel, nem teszem be. Pedig mondta a kis hang, hogy tedd be, mert rájössz otthon, hogy nincs. Szóval ezt a szintjét mindenki ismeri. De ez tovább fejleszthető. Te magad egy befele figyeléssel, egy meditációval elő tudod hívni. Tehát meg tudod kérdezni, én erre a bumeráng technika kifejezést használtam már, nem tudom, 16 éve írtam róla a Nőklapja Caféba cikket, fent van a szájtomon is, amikor a kérésedet, kérdésedet megfogalmazod, tehát kvázi kirakod az univerzumba, hogy kérlek, kis hang, isteni önvalóm, belső hang, intuíció, univerzum, tök istenem, akárhogy nevezzük, lényegtelen, mondd meg, hogy konkrétan ebben és ebben a helyzetben mit csinálják, és utána elhajítod, mint egy bumerángot. Ott nagyon fontos ennél a technikánál, hogy csak akkor jön vissza a válasz, amikor nem számítasz rá. Mert amíg benne vagy, nem tudsz rálátni. És hát a legmagasabb szint, az tulajdonképpen, amikor már kérdezned sem kell, mert intuícióban élsz. És mennél többször gyakorlod a másodikat, annál jobban jönni fog a harmadik. Amikor már, hát tulajdonképpen ez a flow állapot. Igen, de ez egyfajta hit is saját magadban, tudod, hogy mer saját magadban bízni annyira. Hát az a felnövésnek az alapja. Hát különben meg, ha nem bízol magadban, akkor mi maradsz? Egy kisgyerek, aki mindig, mint egy kisgyerek, anyam, apa, mondd meg nekem, mert hogy. Mert döntéseket hoz, mert felelősséget vállalni, vágom. Úton útfélen ugye mindenki tanácsolta nekem ezt az engedd el történetet, és az volt a legnagyobb problémám ezzel, hogy vágom, hogy el kell engedni. Én értem, hogy el kell engedni egy csomó dolgot, de majd elmondom, hogy miket, de hogy ezt mégis hogyan teszem. És akkor így írtam róla magamnak jegyzeteket, hogy oké, akkor térden állva, békaügetésben, gyertyák a téged, vel teli holdnál leírni papírra, hogy akkor most ezt elengedem, szóval, hogy mesélje már el valaki, vagy mindenkinek más jön be, ami neked bejön, az biztos, hogy nekem is bejön. Egyébként pedig akkor menj el ehhez a specialistához, merő blokkotól így, a másik az kézrátétel, a harmadik az nem tudom én, access bar technikával, a több, bocsánat, szóval majdnem mondtam valamit. A klitoriszom tudja, mert a lányok nem mondanak ilyet, hogy a tököm tudja. Na például a klitoriszom tudja, szóval, hogy vagyunk ezzel itt. Kiszaladt a nagymamám, mondaná, hogy akkor most dobáld a kereszteket. Oké, szóval, hogy így annyira összezavarja az embert ez az egész. Honnan tudod eldönteni, hogy kit válasz, hogyan válasz, melyik technikát? Mert az ember ott van a labirintusban, és képes elveszni, hiszen ez egy olyan állapotban történik, amikor a padló alatt. Megértem, hogy vannak olyanok, akik félnek a belső hangtól, ráadásul a belső hangnak nem csak a pozitív intuíció verziója van, hanem ott van belőle a kis ördög, a kis szenya, aki a lehúzó, az önbizalom hiányos, a sérült kisgyerekből jövő mantrázó, aki úgyse fog sikerülni, aki nyomja a negatívat. Most egy eleve különbséget kell tudni a tanácsot adó, valóban engem emelő belső hang között, és a kis szenya között, hívjuk így. És azt meg végtelenül könnyű megtudni, hogy melyik mi, mert az egyik feldob, energikusabb leszel tőle, a másik meg lehúz. Tehát azért, ha valaki annyi befele figyelésig sem jut el, mert annyira pörög az agya, hogy azt nem tudja észrevenni magán, hogy most az energiaszintem nőtt, tehát vagy pedig csofadok, akkor nagyon-nagyon-nagyon javaslom, hogy bármennyire is félelmetes a csend és az egyedül lét, ha ezt a beavatást nem engeded meg magadnak, egész életedben másoktól függő gyermekember maradsz még 84 évesen is.